ez a csávó, ez a senki egyébként, legalábbis azokhoz képest, akiket bírálni szokott, mindenképp egy nagy nulla, valamiért úgy érezte, hogy most van itt az idő belerúgni homonnai Gergelybe. Írt egy aranyos cikket, amiben a nemrég elhunyt homonnait visszataszító káros figurának nevezte, továbbá elmondta, hogy ő nem érez semmit. Az a baj, hogy szerintem még csak nem is érti, hogy mi ezzel a probléma. Nem érti, hogy ilyenkor nem kéne megszólalni. Hallgatni is lehet. Tudod, Ádám, én nem vagyok megkeresztelve. Nem is hiszek olyan módon Istenben, ahogy a keresztények, de egy van, amiben biztos vagyok. Ha van pokol, akkor ott téged tárt karokkal és álló farkakkal várnak. Ha te is úgy gondolod, hogy Pozsonyi Állámnak a pokolban a helye, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengőt, hogy ne maradj le semmiről. Amúgy meg előre is elnézést kérek érzékenyebb lelkű nézőimtől, de ebben a videóban picivel több lesz a trágásság, mint azt tőlem megszokhattátok. Én több pozsonyit is ismerek, ott a pozsonyi kifli, amit annak idején árultam a péküzletemben, a pozsonyi út, ahol meg laktam egy időben, és persze a pozsonyi csata, amiben győztek a magyarok meg a pozsonyi kocka, ami egyébként nem egy informatikus pozsonyban, szóval sok pozsonyi létezik, és mindegyik jobb, mint a pozsonyi Ádám. Miért tartom egy senkinek pozsonyi Ádámot? Nagyon egyszerű a válasz. Abban a pillanatban, hogy valaki mindenét, amilyen van, a hatalom szolgálatába állítja, a tudását, az idejét és a nyelvét, és most itt nem csak a magyar nyelvre gondolok, Onnantól kezdve ő maga eltűnik a világból, elveszti a jelentőségét, egyáltalán nem számít, amit mond, mert ő már nem egy egész ember, hanem egy embernek az ökle. Valójában Pozsonyi Ádám megtiszteltetésnek is veheti, hogy senkinek neveztem, hiszen onnantól, hogy megírta ezt a cikket, még egy senkinél is kevesebb lett a szememben. Én nem ismertem személyesen Homonai Gergelyt, ezért nem akartam a haláláról nyilvánosan beszélni, sem a halálának körülményeiről. Pedig nagyon sok hülyeséget lehetett olvasni ezzel kapcsolatban. Rengeteg az összeesküvés elmélet. De ebben a videóban én ebben most nem szeretnék belemenni. Szóval én nem akartam egyáltalán ezzel a témával foglalkozni, egészen addig, amíg meg nem láttam ezt a guztustalanságot a 888-on, pontosabban a Facebookon, ami kidobta nekem, mert magamtól fel nem mennék erre a trágyadombra ez a Pozsonyi Ádám nevű senki írt egy cikket Homonai Gergelyről most, éppen most, és az a helyzet, hogy ez a cikk azért rendesen felkúrta az anyamat. Az a címe ennek a WC papírra se való szövegnek, hogy, ö, idézem, mondhatom azt, hogy Homonai nem érdekel? Na ezt a kérdést teszi fel ez a paraszt, hát akkor válaszoljunk neki. Én válaszolok ebben a videóban, ti meg válaszoljatok neki kommentben. Az egészen rövid válaszom a következő, baszódjál te meg! Természetesen bárki bármit mondhat, hiszen szólásszabadság van, mondhatod, hogy téged homonnai nem érdekel, lehet véleményed az írásairól is bárkiről, és bármiről lehet véleményed, nekem is szokott lenni, rendre meg is kapom érte a magamét, homonnainak is volt véleménye, nincs ezzel a világon semmi baj. Mégis talán egy picit kevésbé tűnnél egy hányásban fetrengő lárvának, ha mondjuk egy élő emberről mondanál véleményt, aki tud reagálni. Vagy mondjuk egy picit vártál volna, és nem a halála után pár nappal állsz neki gyűlölködni. Tudom, hogy nem úgy van a mondás, hogy halottról jót vagy semmit, hanem úgy, hogy halottról igazat vagy semmit, és azt is tudom, hogy az ilyen, hát az ilyen senkik, mint te, nagyjából mindig erre szoktak hivatkozni, csak hogy te nem tényeket állítasz, amik lehetnek igazak vagy hamisak, hanem véleményt mondasz, konkrétan belerugsz ebbe az emberbe, aki mellesleg nemrég halt meg. Lehet, hogy te tiszta szívedből gyűlölted, sőt, láthatóan a halála után is gyűlölöd, de tudod, vannak, akik szerették, vannak, akik most gyászolják. Talán esetleg ő miattuk befoghatnád a pofádat, csak egy picit. Senki nem kérte tőled, hogy nekrológot és Senki se várja el, hogy méltasd ezt az embert. Annyi viszont elvárható lenne, hogy ilyenkor kussolj. De neked persze eszed ágába sincs befogni a pofádat, ehelyett leírod, hogy bár homonnait írónak tartották, szerinted nem volt az, mert szerinted ma nincsenek is írók, illetve vannak, csak ők nincsenek megbecsülve, ők nem számíthatnak sikerre. Kire gondolsz, Ádám? Esetleg magadra? Te lennél az egyetlen igaz író? Ádám, azért vagy hülye, mint a seg, mert azt hiszed, hogy te döntöd el, ki az író és ki nem. Miközben maximum véleményed lehet arról, hogy ki jó író és ki nem jó. De aki ír, az író. Az írók általában magukat nevezik kiíróknak, aztán majd az olvasók eldöntik, hogy jók vagy sem. Szeretnék idézni Pozsonyi Ádám cikkéből. Bármit olvastam a halálával kapcsolatban, nem tetszett. Se az örömködés, se az a borzalmas vádaskodás, ami azonnal beindult az ellenzéki térfélen. És szép lassan elkezdtem semmit sem érezni. Szabad nekem semmit sem érezni Hobonnai Gergelyel kapcsolatban? Érezhetem azt, hogy nem érdekel és ne kelljen többet egy ilyen alakkal és jelenséggel foglalkoznom? Megtehetem azt, hogy nem futom le a kötelező emberiességi köröket, hanem lapozok végre? Érezheti egy ember ma egy visszataszító számára káros figuráról, hogy a sorsa nem érdekli? Kérdezi a senki. Hát én meg erre azt válaszolom, hogy igen, érezheti, de ismétlen be is foghatja a pofáját. De vajon miért nem tudja ez az ember befogni? Legalább ilyenkor. Van ötletetek? Mert ha van, akkor jöhetnek, akkor mentek. Az egyik lehetőség az, hogy valóban ekkora bunkó. Tehát, hogy a szar az így belülről jön. Vagy talán azért rúg bele homonnaiban nem sokkal a halála után ez a paraszt, mert azt hiszi, hogy a vezérnek ez majd bejön. Szerintem téved. Ha valaki, akkor én nem sok jót gondolok Orbán Viktorról, de ennél a Pozsony Ádámnál még őt is jobban mennek tartom szerintem ettől a cikktől ő is pontosan ugyanúgy hány ingert kap, mint minden normális ember. Ezzel a cikkel ez a senki szerintem maximum a DJ jesse tud bevágódni, de talán még nála se. Én nagyon szeretném hinni, hogy még nála se. Ha én lennék a főnöke, ha én lennék a g -fodor Gábor, akkor páros lábbal rúgnám ki ezt a csávót, ezzel is bizonyítva, hogy nálam ez nem fér bele, hogy az én nevemben a G az nem az a G, ami az O1G-ben a G. Bozsonyi Ádámnak a haláleset körülményeiről is volt pofája írni. Azt írja, hogy mesztelenül fuldokolva egy idegen városban messze az édesanyától, hát nem tudom. Hát én se tudom. Ha Szájer Józsefre vagy Borkai Zsoltra gondolok, vagy éppen Habony Árpádra, és ezek a fideszesek csak azok a fideszesek, akiknek a bulizásairól tudunk, Hát elég messze voltak az édesanyjuktól, egy idegen országban, idegen városban, mesztelenül kokót szippantva, vagy éppen ereszen lemászva töltötték az éjszakát, csak éppen nem haltak bele. De róluk valahogy nincs véleményed. Pedig ők nem írók, nem magánemberek, nem pusztán aktivisták, hanem politikusok, a háromból 2 legalábbis az, közpénzből fizették őket, és elég komoly hatással voltak az ország életére. De róluk kussolsz, Róluk nem mehetsz beszélni, meg kipicsázna a főnök még a környékről is. Pozsonyi Ádámnak egyébként nem ez az első gyűlölködése, nem először rúg bele nyilvánosan olyan írókba, akik szerinte azon a bizonyos másik oldalon állnak, mert nyilván összesen két oldal van, nem lehet több. 2009-ben, vagyis a NER előtt jelent meg a Magyar Demokrata című nyomtatványban, hogy havas Henrikesen fogalmazzak, Pozsonyinak egy írása, harcra fel, ez volt a címe. Ebben arra kérte a kedves olvasókat a szerző, hogy a ballipsi a magyarságtól idegen könyveket szépen lopják ki a könyvtárakból és semmisítsék meg. Konkrét neveket is felsorolt, nyilván mert úgy érezte, hogy az ő olvasói még életükben nem vettek könyvet a kezükbe, és nem nagyon tudják, hogy kikre kéne gondolni, ezen mondjuk nem lepődnék meg annyira. Szóval adott tippeket is, Spiro, Konrád, Eszterházi, stb. Az ő könyveiket kell megsemmisíteni, véli a senki, aki ma a 888-nál dolgozik, a jelenlegi kormány egyik internetes lapjánál, és nyomja pontosan ugyanazt a fasiszta dumát, amit korábban. De ha azt mondanám, hogy náci duma, akkor se nagyot tévednék. Csak azt nem értem, hogy miért vannak ezeken olyan rohadtul megsértődve, amikor nácizzák meg fasisztazzák őket. De miért vannak így felháborodva, amikor ők így együtt hagyják, hogy ezek a szövegek elhangozzanak, meg megjelenjenek a sajtóban, bármiféle következmény nélkül? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a csávó nem a kurucinfóra ír, hanem a 888-ra, ami meglepő módon nem a Mi Használk internetes lapja, hanem a Fideszé. Vagyis nem csak a hivatalos szélsőjobbon, hanem a kormány környékén is ilyen félőrültek rohangálnak, akik számomra pontosan ugyanolyan nehezen tudnák bizonyítani, hogy épelméjűek, mint azt, hogy nem fasizták. Hát még egy ok, hogy el kell zavarni ezt a bandát a választáson én azt hittem, hogy van egy konszenzus Magyarországon. Az a konszenzus, hogy amikor egy ismert ember, vagy, vagy bármilyen ember meghal, akkor legalább egy ideig nem rúgunk bele, főleg, hogyha kereszténynek hazudjuk magunkat. Azt hittem, hogy ezen már túl vagyunk. De most úgy néz ki, hogy nem. Hiszen Géfodor Gábor hagyta megjelenni ezt a cikket. Persze, tudjuk jól, hogy ki ez a Géfodor Gábor, aki szerint a polgári Magyarország sosem volt több egy politikai terméknél. Hát ezt látjuk. Teljesen világos, hogy a 888-nak semmi köze a polgári Magyarországhoz. Ez, amit Pozsonyi Ádám itt előadott, hát ez nem a polgára jellemző, hanem a legócskább prolira, de még a proli közül is leginkább csak a legizléstelenebbekre és legaljasabbakra. Szeretnék ismét idézni Magyarország egyetlen igazi írójától, na remélem, hogy mindenki érezte az idézőjelet, azt írja az író úr, hogy egy embertől elvárni, hogy sajnáljon vagy szeressen valakit, aki viszolgást várt ki belőle, vagy kárt okozott neki, olyan, mintha elvárnánk tőle, hogy borrá változtassa a vizet, vagy hogy vizen járjon. Igazad van, Ádám, nem is mondta senki, hogy bárkit sajnálj, vagy szeres. Hát én is csak annyit kérek, hogy ilyenkor légy oly kedves, fogd be a pofádat. Te is viszolgást váltasz ki belőlem, nem is szeretlek, bár az az igazság, hogy egy picit sajnálak, nagyon szar lehet ekkora seggfejnek lenni.